elég speciális szemmel nézhetem az idei diákkupát is, hiszen régóta az elejétől kezdve, mint zsűritag részt veszek benne. Nagyon magas színvonalú volt az idei diákkupának az átlag színvonala. Őszintén szóval nagyon sok olyan ember, fiatal diák került itt napirendre a mai nap során, akik akár azonnal, mint egy ilyen készen álló banki alkalmazott megjelenhetnének a bankban is, akiket el tudok képzelni, akár az én csapatom tagjai között is. A legnagyobb kihívás a döntő során szerintem az volt, hogy az időgazdálkodás nagyon-nagyon feszített volt az időtempó, és nehezen fértünk bele az időkeretbe. Ha fél órával kevesebb időnk lett volna, akkor szerintem nem tudunk volna mindent így befejezni. A prezentáció megírása szerintem az egyértelműen a legnagyobb feladat. Egy humán témát kaptunk, nem egy kvantitatív dolgot, amiben általában nyertesek vagyunk. Számok segítségével beszéltünk egy humán témáról, de nagyon érdekes volt egy ilyesmit dolgozni. Nagyon élveztem a diákkupát. A bankszimuláció része nagyon hasonlít egy valós kereskedelmi banknak a működésére, ami által rengeteget tanult a csapat tavaly is és most is. Az egyetemen tanultakat kipróbáljuk a gyakorlatban. Például, hogy ott volt a bankszimulációs játék, olyan nagyon találkozunk az egyetemen. Meghoztuk egy döntést, és akkor láttuk az eredményeit, hogy akkor most mi, hogy változott. Viszonylag kevés olyan lehetőség van, amikor ők igazából versenyszektorban megmérettethetik magukat, és olyan helyzetekbe, szituációkba kerüljenek, ahol közvetlen élményt, közvetlen benyomást kaphatnak arról, hogy mondjuk, hogyha valamit elvégeznek, valamire felkészülnek, akkor az hogyan értékeli egy éles menedzsment csapat. A 2012-es diákkupa döntőjében vettem részt, és idén szeptember óta pedig a pályakezdő programnak az egyik tagja vagyok. Szeretek itt dolgozni, mert rendkívül közvetlen és barátságos a hangulat. Ha segítségre van szükségem, akkor bárkihez fordulhatok. Nekem a tanácsadás stratégia nagyon szimpatikus, én már dolgoztam is ilyen iparágban, és a bankokra szeretnék specializálódni, úgyhogy ez akár hogy itt a KH-n belül, vagy akár máshogy, nekem nagyon szimpatikus pálya. Jó döntés volt a KH-t választani, mivel a tanulmányaim során több terület is érdekelt, és akkor még nem tudtam eldönteni, hogy melyik rásen a választásom, ezért a rotációs program tud segíteni nekem. Környezetük nagyon kellemes, szép az irodaház, kedvesek az emberek, oda lehet hozzájuk fordulni, felsővezetőkkel lehet beszélgetni kötetlenül. Igen, ez egy vonzó munkahelynek tűnik, terjedni fog a jó híre a KH-nak. Én egyetlen dolgot tudok nekik üzenni, hogy ők azok legyenek, akik gondolkozzanak úgy, ahogy gondolkoznak, és annak is meg lesz a jövőben ugyanúgy a szerepe, meg a helye, mint ahogy ezt a korábbi generációk megtalálták.